Annyi mindent bevetettünk már a koronavírus elleni védekezésbe, csak éppen azt nem használjuk, ami pedig ott van a szemünk előtt, és még pénzbe sem kerül. Elmondom, hogyan lehetne az orrunk a legjobb védelem. Persze nagyon fontos a maszk, a távolságtartás, a gyakori kézmosás, de hát ezeknek is csak akkor lesz igazán hatása, közben mindig csak is az orrunkon veszünk levegőt. Állítom, hogyha mindig mindenki az orrán venne levegőt, Drasztikusan lecsökkenne a fertőzés, hiszen a vírus alapvetően a levegőben cseppfertőzéssel terjed, vagyis legkönnyebben úgy kaphatjuk el, vagy úgy kapjuk el, hogyha belélegezzük. Ezért is annyira fontos a légzés, a helyes légzés. A levegőben minden elképesztő távolságra és elképesztő gyorsan terjed. Például az utcán az ablakunk alatt rágyújt valaki, Nyitott ablaknál még több emelet magasan is érezzük a cigarettafüstöt bent a lakásban. Ez azt jelenti, hogy belélegezzük az ő kilélegzett levegőjét. A fertőzések is ugyanígy, a koronavírus szállító mikrocseppeskék is hasonlóan terjednek a levegőben. Itt van viszont ez a csodálatos szervünk, az orrunk. Az a rendeltetése, hogy megszűrje a levegőt, amit beszívunk. Szájonát át ez nem történik meg, a külső légköri levegő, és vele együtt a kórokozók is akadálytalanul jutnak be a szervezetünkbe. Érdekes, hogy az orr és az arc üregeinek a belső felülete 160 négyzetcentiméter körülbelül, akkor, mint egy zsebkendő. És hát ugye ezeket az üregeket nyálka ártya béleli természetesen, amelyeken parányi csillószőrök találhatók meg hihetetlen mennyiségben, és viszont ezeknek a felületével együtt már 96 négyzetméternyire egy teniszpálya méretére nő ez a szűrőrendszer. Nem véletlen ez a hatalmas felület, így lehet az orrunk igazán hatékony védelmi mechanizmus. A nyáka ártyát nyáka borítja, ahogy a nevében is benne van, amely dúskál különféle immunrendszeri ellenanyagokban. Ezek aztán elpusztítják a bejutott kórokozókat. A nyálkás ellenanyag segítségével szabadulunk meg a baktériumoktól, a vírusoktól. Ezért is fújjuk olyan gyakran az orrunkat, amikor elkapunk valami fertőzést. Amit pedig nem fújunk ki, az észrevétlenül lecsorog átul a garatunkon, át a gyomrunkba, ahol a gyomorsra elpusztítja a kórokozók maradékát is. Elképesztő gyorsasággal tisztul az orrunk belseje. Hála a csillószörök szorgos munkájának 10-20 percenként cserélődik a nyálkaréteg, hogy az újabban érkező kórokozóknak is jusson ellenanyag. Mindezeken felül pedig az orr melléküregekben termelődő nitrogénmonoxid gáz erőteljes vírus ellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért is mondom, hogy az orrunk lehetne az immunrendszerünk előre tolt védőbástyája. Azért csak lehetne, mert nem használjuk ki teljesen ezt a csodálatos szervet, amivel a Teremtő megáldott minket. Egyszerűen kiiktatjuk az orrunk védelmi rendszerét, amikor hát meglehetősen gyakran a szánkon átveszünk veszünk levegőt. Jusson eszünk be a cigifüst, pont ugyanígy lélegezzük be ilyenkor a mások által kivélegzett kórokozókat is. Különösen gyakori, hogy beszéd közben, mozgás közben, evés közben, vagy akár csak rossz megszokásból lélegzünk a szánkon keresztül. Egyetlen egy szájon átvett levegő elegendő ahhoz, hogy megfertőzzük magunkat, ha abban benne volt a vírus. Már pedig csak idő hogy bárkit rajta kapjunk, hogy a száján vesz levegőt. Figyeljünk csak meg bárkit, Elég néhány perc, hogy elcsípjünk nála egy vagy akár több szájon átvett levegőt. Érdemes másokat nézni, a másokon könnyebben észreveszünk a hibát, de a célunk természetesen az legyen, hogy magunkon is észrevegyük, amikor éppen nem csukjuk be a szánkat levegővétel előtt. A másik nagy hiba, azon kívül, hogy ugye szájon veszünk levegőt, a másik nagy hiba, amit elkövetünk, hogy túl sok levegőt lélegzünk be és ki percenként. A stressz, a mozgáshiány, hiány, a mértéktelen táplálkozás, mindez oda vezetett, hogy ma már 10 emberből kilenc jóval több levegőt cserél a tüdejében, mint amennyit a megelőző korok emberei. Ez a hihetetlen túllégzés, széndioxid veszteséget, ez pedig oxigén hiányt okoz a sejtjeinkben. Ez egy paradox, jelenség, de hát megvan ennek az élettani magyarázata, így működik a testünk. Már mennyire is sokan fordítva gondolnák, hogy sokan azt hiszik, hogy minél több levegőt szívunk be és fújunk ki, annál több oxigént kapnak a sejtjeink, de ennek az ellenkezője igaz. Ha valakit bővebben érdekel a tudományos magyarázata ennek a dolognak, akkor a butejko.hu honlapunkon elolvashatja. Ha tehát túl nem kapnak elegendő oxigént a sejtjeink, és semmiatt tovább gyengül az immunrendszerünk. Bakteriális fertőzés ellen létezik antibiotikum, de a vírust nem győzi le semmi más, csak az immunrendszerünk. Feltéve, hogy nem gyengítettük le már jó előre a túllégzés okozta tartós oxigén hiányjal. Aki nyitott szájjal lélegzik, az biztos, hogy túllélegzik, mert az orrán is a száján is szívja be a sok levegőt. De még csukott száj mellett orron keresztül is képesek vagyunk akár a többszörösét lélegezni annak, amit a testünk, ami a testünk számára ideális mennyiség lenne. Ilyen sok levegőt már nem tud az orrunk hatékonyan átszűrni. Ráadásul a nagyobb mennyiségű, gyorsabban beáramló levegőtől túlságosan kihűl, kiszárad az ornyák a hártya, és már nem képes többé betölteni a védelmi szerepét. A kihűlt, kiszáradt nyálkahártyán már nem tapadnak meg a belélegzett kórokozók, hanem akadálytalanul bejutnak a tüdőbe. És még amelyek esetleg meg is tapadnak, azok sem pusztulnak el, mert ha nincs nyálka réteg, nincs ennek ellenanyagok immunglobulinok sem. Nem csak azért hasznos tehát maszkot viselni, mert megszűri a be- és kilélegzett levegőt, hanem azért is, mert alatta kevésbé szárad ki az orr nyálkahártya. A maszk ugyanis kicsit fékezi a légzésünket, visszatart némi meleget, nedvességet, széndiokszidot, nitrogénmonoxidot is a kilélegzett levegőből, amiket aztán a következő belégzéssel visszalélegzünk, újra hasznosítunk. De természetesen nem győzöm hangsúlyozni, a maszk sem ad védelmet, ha alatt a szájon veszünk levegőt. Már pedig megkérdeztem néhány ismerősömet, Hát tízből kilencen mondták azt, hogy ha maszk van rajtuk, bizony sokkal többet lélegeznek itott szájjal. Ne tegyék semmiképpen, maszk alatt is mindig csukva a száj. Mert még ha a maszkanyaga ki is szűrni az összes vírus, de egyébként nem szűri ki. Akkor is oldalt, alul, felül, legtöbb maszk nem zár tökéletesen. Mindig jön be és megy ki, ott is szűretlen levegő. Aki szemüveges, azt tudja, hogy maszkban bepárásodik a szemüvege, mert nem zár jól a maszk. Tehát a maszk is csak akkor működik igazán, ha alatta is csúkva van a szánk. Ezért mondom, hogy mindenféle kórokozó, még a koronavírus ellen is a helyes légzés lehetne legyen is az egyik leghatékonyabb, leghatásosabb kiegészítő védekezés. Nem lebecsülve az egyéb óvintézkedéseket, még sokkal hatékonyabban tudnánk lassítani, megfékezni a járvány terjedését, az emberek csukva tartanák a szájukat, és csukott száj mellett is megpróbálnának kevesebb levegőt belélegezni. Finoman, óvatosan, halkan, mert a vírus elsősorban a levegőben cseppfertőzéssel terjed. Azt se felejtsük el, hogy ha kétszer annyi levegőt lélegzünk be percenként, akkor kórokozóból is kétszer annyi jött be a szervezetünkbe. Összegzésül tehát a csukott száj, pontosabban az állandó orlégzés a legfontosabb. Vagyis, hogy még beszéd közben, mozgás közben, evés közben, vagyis mindig, mindig csak is óron keresztül jusson be levegő a testünkbe. Ha ez megvan, akkor léphetünk csak tovább, és próbálhatunk meg kevesebb levegővel élni, vagyis halkabban, finoman, óvatosabban lélegezni, mert ettől kapják meg a sejtjeink, a szerveink az egészséges működésükhöz szükséges oxigént. Ezt tanítja a Butejko professzor által kifejlesztett módszer is, amelyel világszerte százezrek élnek egészségesebb, boldogabb életet.